keresve. Donna Florida, megengedi, hogy oda menjek a kártyaasztalhoz és kipróbáljam a szerencsémet? Csodálkozom magán. Hogy jut eszébe most játszani? Miért csodálkozik? Mindjárt itt a reggel, bármelyik pillanatban riadót fújhatnak. Lehet, hogy támadást kell intézni az erőd ellen. És maga nem a veszélyre gondol, nem a kockázatos vállalkozásra készül, hanem szórakozni akar. Hogyan készüljek? Tudom, hogy meghalhatok, ha találkozom az ellenséggel. De tudom azt is, hogy ezen fölösleges keseregni, mert az csak gyengíteni a bátorságomat. És akármilyen sokat is töprengünk a veszélyen, az úgysem segít abban, hogy elkerüljük. Engedje meg, hogy nyugodtan élvezhessem az életnek ezeket a pillanatait. És ha nem szereti, hogy játszom, legalább hadd vigasztalódjak az édes tekintetével. Enyém a dáma! Ászt a bubira! Ászt a bubira! Hogy megy a játék, hadnagy? Jól! Ászt a bubira! Mindjárt megnyerem! Ászt a bubira! Enyém a bubi! Enyém a bubi! Enyém a bubi! Két ász a királyra! Két ász a királyra! Jól van, gróf úr! Csak bátran! Így van, csak bátran! Hadd tegyek fel két zekkínót! Nem! Nem akarom, hogy most játszon. Ahogy parancsolja. Fenébe elvesztettem a tétet. Mi az, gróf úr? Semmi, semmi. Keverjen, mindjárt visszajövök és elég tételt veszek. Adjon egy pohár burgundit. A kisasszony ajándéka. Ilyen a kisasszony. Jó volt. Ó, de egy hadbiztos házában legyen is minden értékes. Boldog lehet, hogy a lánya kegyeit élvezheti. Mit akar ezzel mondani? Hadnagy úr, megvolt az osztás. Itt vagyok. 10 zekkinó a hetesre. Donna Florida, maga kétségbe akar engem ejteni. Lehet, hogy most látjuk egymást utoljára, és van szíve így bánni velem? Az apám az ostromlott vár parancsnoka. Foggyul estem, amikor maguk megszállták a várost. A hadi szerencse forgandó. Meghaladt maga is, akit imádok, és az apám is. Hát engem akar vidámnak és fesztelennek látni. Tartom, és emel. 9! Jó, 10! 12! 13! 15! 18! Elvárná, hogy a szerelemről beszélgessek magával? Értem és sajnálom magát, de én türelmetlen ember vagyok. Legalább engedje meg, hogy a játékkal szórakozhassam. Tegye csak a bosszantásomra. Soha többé nem beszélek a játékról. Átkozott hetes. El ezzel a hetessel. A gróf veszít. Veszít a gyomorult. Én viszont remélem rengeteget nyerek. És mit gondol, mit nyer? A maga szívét. Nevet nem kell. Maga nevet ezen. Nevessen csak. Nem is gondol a háborúra? A háborúra gondoljon csak a parancslokom. Nekünk engedelmeskednünk kell! Nem gondolkodni. Aki nincs a harcmezőn, az nincs veszélyben. Most olyan nyugodt vagyok ebben a szobában, mint a szó sem esné itt a háborúról. Holnap minden veszélynek kiteszem magam, de ma éjjel szórakozni akarok. A maga társasága boldoggá tesz, kisasszony. Maga kedves és szép. Egészségére! Utvány szerencse! Mi van? Mindig csak vesztek. Mindent a hetesre! Az összes megmaradt pénzem a hetesre! Látja, mennyire felizgatta a grófot a játék? Volna kedved kitenni magát e fajta veszélyeknek. Ennyire aggódik, értem? Persze, vigyázok magára. Ha ez igaz, kissé megértőbb is lehetne velem. Mostani helyzetünk nem enged többet. Hoppá, hoppá! Itt a harmadik hetes. Talán minden hetes összeesküdött ellenem? Szeretném látni a negyediket is! Húzz zekkinó a negyedik hetesre! Gróf úr, én becsület szóra nem adok. Tiszt vagyok! Úriember vagyok! Bocsásson meg, a harcmezőn sem becsület szóra játszunk. Adjon kölcsön nekem 20 zekkinót! Addig, ha volna! Jó, akkor maga, adjon kölcsön nekem 20 zekkinót! Őszintén megmondom, nincs. Hé, ki van ott? Uram! Hívja ide a hadbiztost! Parancsára! Hé, maga! Asszonyom! Mi hír a harctérről? Megkezdték az áttörést a mieink! Mi lesz az apámmal? Hol a hadbiztos? Ki keres? Hadbiztos uram, legyen szíves kölcsön adni nekem 20 zekkinót. 20 zekkinót? 20 zekkinót. Kinek? Nekem. Játszani? Igen, játszani. 20 zekkinót? 20 zekkinót. Hát, ágyszerű. Na, siessen. Na, várjon egy kicsit. Fogytán a türelmem. Itt van, parancsoljon.
Claudio gróf úrnak a lovasság hadnagyának 60 zekkinóval kell elszámolni. Plusz 20 az 80. Egyetlen dolgot kérek. Mit? Mit? Biztosítékot. Biztosítékot? Biztosítékot kérek, olyan lovaktól, mint én! Tiszt vagyok! Úriember vagyok, az egész hadsereg is. Nagyszerű! Nagyszerű! De azért biztosítékot kér. Én nem a pénz miatt kérem a biztosítékot. Hanem miért? Hanem azért, hogy holnap reggel egy puska vagy egy ágyugójó ne vigye magával a 20 zekkinómat. Ha életben maradok, akkor 100 zekkinóval tartozom magának. 100? Na, ilyen feltételek mellett hajlandó ide adni a pénzt? Kockázatos, de talán megtehetem. Nagyszerű. Nagyszerű, összesen 100 zekkinó, legyen szíves, írja alá. Nagyszerű. Itt a 20 zekkinó. Lekötelez. Na gyerünk, játszunk! Viszont látásra, apám. Kislányom, te mit keresel itt? Csak egy kicsit beszélgettem. Nagyszerű. Nagyszerű. Az apám a legjobb ember a világon. Én csak egyet kérdeznék tőle. És szeretném, hogyha azt felelni, hogy nagyszerű. Jól van, értem, hogy mit akar kérdezni, de mielőtt felelne, nekem kell válaszolnom. És mit válaszolna? Ha elmegy háborúzni, azt, hogy nem. És épségben visszatérek? Nagyszerű. Remek. Így már tetszik nekem. Donna Aspasia jól érzi magát. A hadbiztos házában mindig jól élnek. Az aranyat, amit a hadsereg elkölt, nem a föld nyeli el, hanem néhány kiválasztott zsebe. Leginkább a hadbiztosoké. Már csak 3 zekkinom maradt. Menjenek ezek is a hetesre! Ha a gróf ezeket is elveszti, szörnyű dolgokat fogunk látni. Ne féljen, sokan vagyunk itt, nem mer botrend csinálni. Mindegy! Ami történt, megtörtént, gondolni sem akarok rá többé. Éljen a háború, éljen a szerelem, éljen a jó bor, éljenek a szép nők. Éljenek a jó barátok, meg ez az átkozott hatványosak, hogy tönkretek! Barátom, inkább a szerencséjére arra úgyjuk. Igen, igazad van. Na gyere ide! Megölellek, megcsúkolok, te derék ember vagy, én meg egy vadállat voltam. Na, most, hogy már nincs pénzem játszani, szerelmeskedni akarok. Van hely a számomra valamelyik hölgy mellett? Ugyan már, hadnagy úr, gondoljon a társaira, akik a várat ostromolják! Hadnagy úr, a vár védekezik magát, itt előbb-utóbb fel fogják válni. Le akarok feküdni veled! Hogy csodálkozom magán, velem nem beszélhet így. Ugyan már, mit akar ettől a fiútól? Én. Majd én megtanítom, hogyan kell élni. Gróf úr, tisztelj ezt a hölgyet! Nagyon is tisztelem. Nyugodtan beszélgeted magával, de most velem beszélget. Ez arcátlanság. Ne akarja, hogy felforjon a vérem! Majd megcsapolom, hogy lehűljön! Jó. Előbb megtanítalak, hogyan kell bánni a pengével. De uraim, a hadbiztos házában? Igen, a hadbiztos házában. Ahol a maga apja 20 zekkinóért még azt is megengedi, hogy párba jozzunk. Ne! Drága barátom! Gondoljon a helyre és az időre! Jaj magának, hogyha erre a botrányra lép a tábornok, ráadásul éppen akkor, amikor a parancsait kéne teljesítenünk. Igaza van. Majd csata után megvívunk. Amikor akarja. Hát ilyen kevésre becsüli az életet. Ha ilyen nyomorult ok miatt is kész dicstelenül meghalni, azt kell hinnem, hogy jóval inkább a fanatizmus, mint sem az értelembe ez érdik. Tréfálkozik a halállal. Megszokásból teszi ki magát az életveszélynek. Ha tényleg számítana magának a dicsőség, jobban kellene becsülnie az életet. Bravo, Dr. Florida! Énekeljünk el egy dal Donna Florida tiszteletére, amért ilyen szép leckét adott nekünk. Donna Florida, Donna Florida. Donna Florida okosan beszél. Vidáman! Vidáman, csak vidáman, barátaim! 3,5 lábnyi részt ütöttünk a falon. Onnan tudja, hiszen még föl se kelt a nap. Már felkelt. Már felkelt, és én ott voltam az ostromnál. 2 ágyút is kezeltem, és találtam. Micsoda találat. Micsoda találat. És nem fél attól, hogy a másik lábát is elviszi egy ágyugolyó? Mit érdekel a lábam? Még ha 10 lábam lenne, azt is odaadnám azért az örömért, hogy eltalálhatok egy ellenséges ágyút. De mi van itt? Nem játszanak? Mostanáig játszok. Én meg az utolsó vasom is elvesztettem.
És Don Ferdinando? Ő ívott. Helyes, és Don Faustino? Ő udvarol. Bravo, bravo, bravo! Ezt már szeretem, szeretem! Vidám és derűs dolgokkal töltik az időt. Barátaim! Egy, de legfeljebb 2 óra múlva harcba kell szállniuk. Az ellenség elszántan védekezik. Végrehajtottak egy lehetetlennek tűnő kitörést. Visszavertük őket, de közben elveszett 30 emberünk! Állandóan lőnek a várból, még sosem láttam ilyen nagy ágyútüzet. Majd maguk is meglátják és megtapasztalják. Éljen a parancsnokunk! Éljen! Éljen a tábornokunk! Éljen! És éljenek azok, akik még most is harcolnak! Éljen! És éljünk mi, akik nem sokára megvívunk az ellenséggel! Éljen! Éljen az első, aki fel erre reshet! Kisasszony, jegyen szíves anyaid a mankómat! Ugyan már, Don Civillo, pihenjen! Szüksége van rá! Adja már ide a mankómat! Nem adok oda semmit! Átkozott nő, a tűz van ava! A veszélybe, a golyózáporba akarok menni! Remek dolog a háború. Csak jót tudok mondani róla. A szívemnek egyetlen dobbanása sem kívánja a békét. Jó. Bárki, aki hallana, azt mondaná, hogy a mesterséged miatt gondolod így. Ahogy a hóhér felesége is azért imádkozik az éghez, hogy növekedjenek a férje teendői. Hát igen. De ki az a mai világban, aki nem a saját érdekeit tartja elsősorban szem előtt? A perek eltartják az ügyvédeket, a betegség az orvosokat, és melyik orvos vagy ügyvéd szeretné, ha minden ember egészséges lenne és békességben élnének a családok? Ha nem lennének háborúk, nem lennének hadbiztosok sem. Ha valaki 100 000 szkúdót nyer egy 4 vagy 5 éves háború, miért kívánná fele baráti szeretetből, hogy ne legyenek háborúk? Azok kiabálnak a háború ellen, akik a földjeik pusztulását látják, és nem azok, akik drága pénzért adják el a gabonájukat és a borukat a hadsereg ellátására. Azok a kereskedők panaszkodnak a háborúra, akiknek közben tönkre megy az üzletük. Azok nem, akik a hadsereg igényeit elégítik ki, és 20 vagy 30%-os hasznuk is van minden eladott árucikken. Azok a családok sírnak a háború miatt, akik apát, fiút, rokont vesztenek el. Azok nem, akik győzelem ittasan, hadizsákmánytól roskadozva látják visszatérni őket. Néha a katonák, sőt, a tisztek is panaszkodnak a rossz ellátásra. De sohasem panaszkodik egy olyan hadbiztos, mint én, aki úszkál a bőségben. Búsás haszna van minden beszerzésen és eladáson. S furfangos eszének köszönhetően úgy irányítja a dolgokat, hogy az ő zsebébe vándoroljon a hadsereg összes aranya és ezüstje. Alázatos szolgálja, hadbiztos úr. Ó, a nyája Sorzolina! Mit keres itt ilyenkor? Azért jöttem, hogy beszámoljak, mennyit kerestem ma este. Nagyszerű! Itt van a lista mindenről, amit eladtam. 60 üveg Chianti bor, 30 üveg burgundi, 16 kancsó likőr, 22 font pálinka, 16 font dohány, és egy láda pipa. Ágyszerű. Visszahoztam a pénzt is, ami megmaradt abból, amit kölcsön adott. És hozzáteszem azt is, amit az áruival kerestem. Mennyit keresett? Olyan nő vagyok, aki sosem csapná be magát, úgyhogy megmondom az igazat. A boron a dupláját kerestem. A likőrön a harmadát, a többin a 2/3. Ágyszerű. Maga is azok közül való, akik szidják a háborút? Dehogy! Én csak jót mondok róla. Szegény mosónő voltam. Kocsmárosnő lettem, amikor elkísértem a férjemet a háborúba. Megözvegyültem, aztán maga segített. És hála az én furfangosságomnak és a maga segítségének. Remélem, urinőként érhetek majd, ha hazatérek.
odaadjam a pénzt? Nem. Nem boldogságom. Tartsa csak magánál. Jó. Őrizze, gyarapítsa. Akkor a másik borból is? Igen. Majd adok. Akar még máshol mit? Bízza csak rám. Maga csak keressen sok pénzt. Gazdagodjon. Maga tetszik nekem. Szeretem. Szeretem az ambíciózus embereket. És tisztelem azt, aki sok pénzt tud csinálni kevésből. Én is ilyen voltam. És ha a háború végén úgy döntenék, hogy megnősülök... Elég. Higgy el, hogy szeretem. Jaj, uram! Azt akarja, hogy egy szegény mosónő azzal áltassa magát, hogy hadbiztos néled. De hogy mosónő, maga már kereskedőnő. A pénz feletteti a múltat. Figyeljen ide, csak így bizalmasan. Tudja, mi voltam, mielőtt hadbiztos lettem? Egy szegény dobos. Aztán egy kocsmáros segédje lettem. Megsporoltam 10 kúdót, vettem egy szamarat, és árut kezdtem szállítani a hadseregnek. Aztán összvérhajcsán lettem. Aztán anyagbeszerző. Ez jól ment, csak keveset csaltam. Tudtam észrekölteni, és tudtam, hogy kell ajándékozni. Végül hadbiztosi ranggal jutalmaztak. Na, mit szól ehhez? Azt, amit maga is szokott. Nagyszerű! A világ legszebb esküvője, amikor a pénz házasodik pénzzel. De nekem nincs nagy vagyonom. Most nincs. De majd szerez magának. Jobb az olyan nő, aki pénzt tud szerezni, mint akinek sok pénze van. A vagyonnal bármi történhet. Jól mondom? Úgy beszél, ahogy ez egy magafajta emberhez illik. Felállítok az üzletemben 2 vagy 3 fáraóasztalt, és meggazdagszom a kártyásokon. Szelencéket és karórákat is veszek tőlük. Kölcsönadok nekik pénzt, amit majd kamatostól fizetnek vissza. Ha résem van az ember, könnyű meggazdagodni a hadseregben, nem igaz? Nagyszerű. És majd minden ügyemről beszámolok. Nagyszerű. És hogyha véget ír a háború... Két őrmester várott. Viszontlátásra, Orzó Éna. Ne feledjen el! Attól ne féljen! Higgy el, én is szeretem magát! Nagyszerű! És meg lesz velem elégedve! Nagyszerű! Őszintén szólva, nagy karrier volna a helyből. Nagyságos asszony lehetnék. Ki tudja. Mit akar itt? Kit keres? Magát. Magát keresem, drága kisasszony. Tessék, miben lehetek a szolgálatára? A pártfogására volna szükségem. Parancsoljon. Amint maga is tudja, van egy kis boltom. Keresek is rajta valamennyit. Ezért aztán sokan irigyelnek. Üldöznek. Igaz, hogy a nagyságos édesapja jó hozzám, de a kisasszony pártfogására is vágynék. Szegénykém, mit árul a boltjában? Mindenfélét. Főként bort, pálinkát. De van néhány különleges tárgyam is. Nézze ezt a szelencét! Ah, szép, tényleg szép. Angol! Látszik rajta. Rettentően tetszik. Remek az ízlése, kisasszony. Soha életemben nem láttam ennél kedvemre való szelencét. Értem én. Beleszeretett, de még kínzom egy kicsit. Ajándékozza nekem, ha a kedvemet akarja. Nézze meg, milyen szép dolgok vannak benne. Tényleg gyönyörű, mennyibe kerül? Annak, aki igazán akarja, 6 zekinót is megér.
hadzekkinót. Nem szégyel hadzekkinót kérni ezért a szelencéért, nem sül a bőr a képéről? Szép, és meg is vettem volna, de ekkora összeget nem ér meg. Most már értem, miért fél. Duplájáért adja el az árut, mint amennyit ér, és még azt akarja, hogy egy úzsorást, egy csalót párt fogoljak. Na, én magam mondom el ezt az apámnak. Bezáratom a boltját, és elintézem, hogy elkergessék a seregtől! Az árukat a valódi értékük szerint kell eladni. Mi a korrektséget szeretjük! Nem fogom támogatni a csalásban! Bocsásom meg, kisasszony, én azt mondtam, hogy annak, aki igazán akarja, hadzekkinót is megír. Én nem gondoltam, hogy maga meg akarja venni. Ha tetszik magának, parancsoljon. És mi az ára? Elég nekem a pártfogása is, ha megtisztel vele. De... Mire figyeljen? Őszinte leszek magával. Én hadzekkinóért árulom, de nekem sokkal kevesebbe került. Engedje meg, hogy magának ajándékozzam, és bízzon bennem. Majd másokon megkeresem ezt az összeget. Szegény asszony. Az egyik fizet, a másik nem. Hányan akarhatják az áruját? Megígérik, hogy kifizetik, aztán meg becsapják magát. Most már értem, miért ad el minden drágán azoknak, akik fizetnek. Hát ezt mondom én. Hát ezért ajánlom magam a nagyságos kisasszony pártfogásába. Ne aggódjon, kedvesem, rám ezentúl mindig számíthat. Esetleg említse meg a nagyságos édesapjának is. Szívesen, és ha újhol mérkezik magukhoz, mindenképp mutassa meg. Ahogy parancsolja. Szeretek jót tenni, ha lehet. Ez a szegény asszony annyira igyekszik, és látszik szegényként, hogy jó a szíve. Istenet, a látás, jó, segítsen rajtam az Istenért! Mi történt onnan, Florida? Mit olyan izgatott? Nem tudja, hogy most van a haditanács? Mit érdekel engem a haditanács? Állandóan visszaül a haditanács. Most már meg sem kérdezem, hogy miről tanácskozik a haditanács. Most épp az apám életéről, és talán a hazám sorsáról is. Szeretné, ha mieink vesztenének? Talán koncolják is fel őket? Nem vagyok ilyen kegyetlen. Békét szeretnék, nem mészárlást. Szegényként. Ketté szakad a szíve. Az egyik fele itt, a másik az erődben. A háború egyre kegyetlenebb, az erőd romokban. Résztátok az oldalán, és most arról tanácskoznak, megrohamozzák-e? Féltem az apámat, aki életveszélyben van! Nagyon aggódom a szerelmemért is! Mindent, hogy melyikük győz és melyikük veszít! Nekem minden győzelem és vereség szörnyű! Tényleg nagyon sajnálom magát. Nincs hozzászokva a sereghez, ezért viseli meg minden ennyire. Én már jó ideje megszoktam a háborút, és megkeményítettem a szívemet. Úgyhogy most már semmi se fáj. Több mint 100 tiszt halt meg a csatákban, akik mind a szerelmem ráhitoztak. Jó, eleinte nagyon sajnáltam őket, de most, ha azt hallom, hogy ez vagy az meghalt, az olyan, mint azt mondanák, hogy vesztett a kártyán. A háború tényleg nem más, mint szerencsejáték. Lehet, hogy a leghitványabb katona marad életben, és a legnagyszerűbb hal meg. Ezért, amikor a harcba induló tisztekkel beszélgetek, az olyan, mintha árnyakkal társalognék. Egyikük iránt sem érzek semmit. Mindegyikükkel ugyanúgy bánok, és fájdalom nélkül engedem el őket. Örülök annak, aki visszatér. Elfelejtem azt, aki ott marad, tréfálkozom az élőkkel, és nem bánkódom a holtak miatt. Nem tudom persze, hogyan tudna ilyen nyugodt maradni, ha az apja volna életveszélyben. Igaza van. Ezt még sosem értem át. Mi kényelmesen járjuk a háborúkat, nem kockáztatjuk az életünket. De tudom, hogyha az apám katona volna és harcban pusztulna el, az sokkal kevésbé fájna, mintha ágyban betegen halna meg. A maga hősies elképzeléseitől elborzad az emberi természet. Tiltakozik ellenük a szerelem és a vér. Hisz a háború láttán minden érzékünk csak szorongásra és szomorúságra buzdít. Épp a szomorúságot szeretném kiűzni a szívéből, Donna Florida.
Látom, hogy ez nem sikerül. De ha én nem is tudom megvigasztalni, szerencsére épp itt jön valaki, aki sokkal alkalmasabb erre, mint én. Vége a hadi tanácsnak! Igen, vége. Hadd halljuk mi is a híreket. Igen. A tanács úgy határozott, hogy megrohamozzuk a várat, megostromoljuk a rést, és aki nem adja meg magát, hadifogságba kerül. Szép hír Donna Floridának. Ó, hálátlan. Ó, kegyetlen. Képes ilyen közönösen a szememben mondani a hírt, amely oly gyászos a szívemnek? Hát nem maga akarta, hogy befejeződjön ez a hadjárat? Amíg tart az ostrom állapot, ebben nem is reménykedhet. Dőljön el minden egy nap alatt a fegyverek erejétől és szerencséjétől függően. Képzelje el az apját, amint a rés szélén áll, karddal a kezében, ahogy lelkesíti a védőket és visszaveri az ostromlókat. És képzeljen el engem, amint a támadók élén, karddal a jobbomon, létrával a bal kezemben lemászom a várárokba, a falhoz támasztom a létrát, fölmászom az erődrómjain, az ellenséges golyók záporába elérem a védőket és szembe találom magam a várkapitánnal. Hamar már jusson eszébe, hogy a parancsnok az apám! Igen, Donna Florida. Szeretem és tisztelem annak a nőnek az apját, akit minden gondolatommal bálványozok. Vágyom rá, hogy megismerhessem, hogy kezet csókolhassak neki. Hogy odavessem magam a lába elé, és megkérjem tőle a lánya kezét. De amíg a harcmezőn vagyunk, amíg elszántan védi a várat, és meg akarja akadályozni a győzelmünket, addig az ellenségemnek tekintem. Meg akarom ölni. És akkor is így tennék, ha a saját apám lenne. Hallja! Ha ilyen beszédet hallok, hogy ne válnék én magam is hős nővé? Miért éppen egy boldogtalannak meséli el mindezt? Örömét leli a fájdalmamban? Bántani akar? Nem, drágám! Búcsúzni jöttem. Lehet, hogy most látjuk egymást utoljára. Maga is attól fél, hogy nem látjuk egymást többé. Nem akarja, hogy féljen. Pedig fél. Meg kell ostromolni egy erődöt, és most már nem használnak sísakot, pajzsot, meg páncélzatot. Így kell mennie, ahogy most látja, gyorsan a golyózáporban. Fel kell másznia a falakra, ahonnan köveket, lándzsákat, golyókat zúdítanak rá. Ha pedig elfogják, rabságba kerül a zászlós úr, és még a csontjait sem találjuk meg soha. Még nem lett így van szíve! Hát nem tudja, hozzászoktatok a háborúhoz. Donna Florida, legalább ezekben az utolsó pillanatokból vessen rá egy gyengét pillantást! Legyen maga barbár! És ha találkozik az apámmal, felejts el, hogy ön ágya vagyok. A csillagokon megvan írva a fegyvereink sorsa. Zászlós úr, siessen már, mindenki fegyverben van, és megadták az utolsó jelet a támadást. Donna Florida, Isten áldja. Engedje meg, hogy magánál hagyjam a gyűrűimet, a dohányos szelencémet, és a pénzemet. Ha életben maradok, majd mindent visszakérek. Ha meghalok, azt csinál velük, amit akar. Állítsa meg. Nem inném, hogy megállna. A dobszó minden mást felentett a katonákkal. Miért adték ezeket? Azért, hogyha meghal maga, azt elszenvedik, amit akar. Szegény Don Faustino. Szegény apám. És szegény én, aki mindenkinél szerencsétlenebb vagyok. Ha nem akarja ezeket a tárgyakat, akkor majd én magamhoz veszem. Én leszek az özvegyük. És ha meghal a zászló, Donna Florida helyett szívesen elfogadom Don Faustino katonai végrendeletének jó tisztelményét. Az erődostrom a félbe maradt, úgyhogy kifosztottam egy tyúkólat. Én meg elfogtam egy kecskét. Én meg csapra vertem egy hordó vérét. Még szerencse, hogy az ellenség kitűzte a fehér zászlót. Különben müszlikbe aprítjuk a helyőrséget. Jobb így.
Robi! Legalább kicsit kiélvezzük az életet, amíg tart a fegyverszünet. Na, menjünk fát vágni, főzni és enni. Jöjjön velünk, majd mi felvidítjük. Miféle szemtelenség ez? Én tisztességes lány vagyok. Mi van a kosarában? Hagyja békén a kosaramat. Bármilyen van, megvesszük. Nincs semmim, semmit sem akarok eladni. Azt hiszi, hogy be akarjuk csapni. Nézzen csak ide, kislány. Ez itt mind pénz. Adj el nekünk mindenét. Tessék. Alma, sajt. Mennyit kér a sajtért? 3 garast. És az almákért? 6 almát adok, 1 garas is! Én legfeljebb 4 krajcát adok azért a sajtért. Adja vissza a sajtomat! 4 krajcát azért a sajtért? Be akarod csapni ezt a szegélyt? Te ne szólj ebből az én dolgomba! Adja vissza! Igenis, igenis, hogy beleszólok, mert tudom, hogy egy gazember vagy! Gazember? Hm? Te szőrös disznó! Szőrös? Gyere ide, te kötkös! Adja vissza a sajtomat! Elkapott, te kaposorú! Gyere ide, csarvaj! Adja vissza a sajtomat! Adja vissza a sajtomat! Az leányom, mi történt? Elrabolták az áruimat! És kik voltak ezek a gazemberek? 2 katona! És hol vannak? Ott azok ketten, akik ugrálnak! Úgy tettek, mintha verekedni akarnának, és most jót nevetnek azon, hogy rátettek! Hogy fog velem kiabálni, szegény anyja! Gyerünk, gyorsan tartottassátok le őket! A parancsnok kiirdette, hogy az életével fizet mindenki, aki a fegyverszünet igényli, akár egy tűt is elmer venni erőszakkal. Vezessétek őket a foglárhoz, hadd kapják meg méltó büntetésüket. De én szegény lány soha nem kapom vissza az áruimat. Ugyan kérem, nyugodjon meg. Na, mennyit ér ez az áru, amit elloptak? 4 garas. És ezért a 4 garasért sír. Azért sírok, mert kiabálni fog velem az anyám! Jó, hogy a mamája ne kiabáljon, maga meg ne sírjon. Itt van 4 garas. Tényleg 4 garas? Azt hiszi, hogy be akarom csapni magát. Őszintén szólva félek, és nem nagyon bízom senkiben. Tiszt vagyok, úriember vagyok. Igen, elhiszem. De szeretném megszámolni a pénzt. Csak nyugodtan. Nos, megvan. És a nagy félelemért semmit sem akar adni? Ó, ez már más kérdés. Nem marad semmi eladni valója? Csak ez a pár szem gyümölcs. Szép gyümölcsök. És mennyit kér értük? 3 garast. Jó, 3 garas. Tessék a gyümölcs. Jó, de vigyél a szállásomra. Na nehogy már! Pontosabban? Nem viszek el semmit egy katonatiszt szállására. És miért nem? Mert nem akarom, hogy velem is az történjen, ami az édesanyámmal. Miért? Mi történt az édesanyjával? Nem tudom, nem gondolok rá, de nem akarok oda menni. Jó, hogyha így gondolja, akkor tartsa meg a gyümölcseit. Szeretném a 3 garast. Nem kap semmit. Nézzék, micsoda viselkedés! 3 garast ígért, és nem akarja ideadni! Adja itt nekem az ártatlant, közben meg olyan ravasz, mint az ördög! Azt mondta, hogy 3 garast ad a gyümölcsét! Hogy veszem, mint a megálltam volna! Tessék, itt van, nem szemételem akarja! Jó! Ne kapja 3 garast! Sőt, 6-ot is, 10-et is, amennyit csak akar! Szeretném, hogyha nem cirkuszolna! Nem cirkuszolok! Na. Mi a neve? Lizetta. Van édesanyja? Igen, van. És édesapja? Szegény apám. Meghalt. És ennek is a háború az oka. Annyit váratod, hogy feltárja magunknak tisztektek, hogy belehalt. Hagyd ki, aki ne valamit szegény alatt apám. Elég már, mindent megkap, amit csak akar. Nagyon kérem, hagyja abba a sírást. Mit ad, ha abba hagyom? Egy skúdót. És a nevetek? Egy zekkinót. Ah!
kidott az ekinót. Na, jöjjön el a szállásomra. Hát ez az! Maguknak nem lehet hinni, mert mind hazudnak. Lizetta! Hagyjon! Na, jó. Jó. Itt van egy szép zekkinó. Az enyém? A magáé. Nekem adja. Ha? Eljön a szállásomra. Átkozott legyen az a fejed! Örülök, Rófúj! Ezt már szeretem. Nem vesztegeti az idejét, vagy harcol, vagy udvarol. Jaj, Don Cirillo, ez a lány teljesen kétségbejt. De miért? Mert egyszer sír, másszor nevet. Szeretné, hogyha pénzt adnék neki, de a szállásomra nem akar eljönni. Nem akar? Nem akar elmenni a szállására? Majd én elintézem, hogy akarjon. És ha nem tudja elintézni? És ha nem tudja elintézni? Szórakozik velem a kis kurva! Hagyja már békén, szegény, ne rikossa meg! Ne higgyen neki, ismerem jól! Olyan gonosz, mint az ördög. Magát megvigyel az ördög! Most már elég átok vajza! Na, jó van, ne is törődjön vele, jöjjön ide. Igaz is. Hova tett a zekinómat? Ide a zsebembe. Ez aztán a nagy rekűség! Megígéri aztán becsap. Na, ne sírjon. Ne higgyen neki. De hát lány vagyok. És az anyám nélkül nem mehetek el egy katonatiszt szállására. Ha elmondanám az anyámnak, hogy adott egy zekinót, lehet, hogy hajlandó lenne eljönni velem. Hát kazatnő, figyelj! Sokkal ravaszabb, mint mi. Meg akarja szerezni a zekkinót. Nem fogom elérteni! Ugyan már nem fogok elkeseríteni egy szép lányt egy zekkinó miatt. Megkapja, aztán majd meglátom, hogy rászedem. Én nem akarom, hogy odaadja neki. Magának ez mi köze? Hadd adjak neki egy zekkinót. Ne, uram, ne! Az ördög, vigyel! Segítség! Istenem, teljesen tönkretett. Megérdemelted. Odaadta neki az ekinót. Igen, ebben biztos lehet. Na, hogy engem bosszantson maga, ostoba, szemérmetlen, modortalan! Ezt nekem mondja? Igen, magának! Nekem a világ legszebb lányaival volt dolgom, és sosem költöttem rájuk egy vasat sem! Maga meg csak így oda dobja neki a pénzt! Maga ostoba! Maga hülye! Maga seggmej! Don Cirillo, válogassa meg a szavait. Mind a mai napig még így is, ha nyomorék vagyok, azt a nőt kapom meg, amelyiket csak akarom. Persze. Kinevetném magam, hogyha futnék utánuk és könyörögnék. Érti, gyáva majom? Maga pökhendi és alávaló. Én pökhendi? Igen. Maga. Pökhendi? Igen. És ha nem olyan volna, amilyen már rég megtanítottam volna, hogyan kell tisztességesen beszélni? Nem félek magától a fenébe is. Meg akarok küzdeni magával! Ugyan már nem fogok verekedni nyomorékkal. Csak a lábam nyomorék, a kezem nem az! Majd pisztollyal küzdünk meg! Jó, majd legközelebb találkozunk. Én azt hiszi, megjelek tőle! 27 pár bajom volt! Köztiszteletben álló katona vagyok! Don Cirillo. Láb nélkül is mindig Don Cirillo maradt! Lélegezzen fel, drága szerelmem! Szabad lesz az édesapja! Megszűnt minden veszély, minden ellenségeskedés és öldöklés! Nem vagyok többé az ellensége, hanem a szolgája. Meglep és megrémít, hogy így örül. Hogyan? Így válaszol a szívem őszinte örömére? Bocsásson meg, Don Faustino, nem értem magát. De mit ilyen nehéz megértenie? Talán nem maga az, aki nem is olyan régen még lelkesen készült arra, hogy megrohamozza a várat és összecsapjon az édesapámmal? De igen. Én vagyok. Akkor most hogy képes ugyanezt a vidámságát fitoktatni előttem egy egészen más helyzetben? Hogyan lehet drága magának a béke, ha eddig Mohon kívánta a háborút? És hogyan tud örülni annak, hogy barátja lett azoknak, akiknek nem sokkal ezelőtt a halálát kívánta? Ha filozófus lennék és nem katona, talán meg tudnám magyarázni. Előfordulhat, hogy az ember a szeretettől vezérelve vágyik valami jóra, aztán eszébe jut, hogy mi a kötelessége. Maga mit tenne, ha az édesapja annyira meggyűlölt volna minket, hogy nem akarná hozzám adni a lányát? Igen, belehalnék a fájdalomba. És a kötelességet részesíteni előnyben a szerelemmel szemben. Mint ahogy maga is megrohamozta az ellenséges várfalakat. Kérem, bocsássa meg a lelkesedést, ami a dicsőség fele vitt. És örüljön a boldogságomnak, amit most érzek, amikor a lába elé borulok. Igen. Csodálom a tehetségét. Megtapsolom a hősiességét. És boldogát hagyja abba.
és boldoggá tesz a szerelme. Bocsássa meg a kételkedtem az őszinteségében. Buta vagyok és tapasztalatlan. Sőt, inkább megköszönöm drágám a nagy jóságát. Mikor láttam viszont az apámat? Ezt nem tudom pontosan. A tábornok Don Ferdinándot küldte hozzá, hogy közölje vele a szándékát. Ha az édesapja úgy dönt, hogy meg kell adnia magát, tárgyalni kezdenek a kapituláció feltételeiről, és maga hamarosan megnyugodhat. Akkor remélhetjük tehát, hogy véget ér a háború? Igen, persze. Minden jel arra utal, hogy nincs messze a béke. Jobban várom, mint valaha, hogy viszont lássam az apámat. Jobban várom, mint valaha, hogy béke legyen. Hallotta az újságot, zászlós úr? Talán kihirdették a békét. A békét, a békét! Háború van! Háború! Addig szeretnék élni, amíg tart ez a háború. De miért? Milyen hírt hozott nekünk? A hír a következő. Don Egidio, a maga apja, az ostromlott vár parancsnoka kitűzte a fehér zászlót, hogy megadja magát és letegye a fegyvert. De szeretne megkapni minden lehetséges katonai tiszteletet. Lobogó zászlókat, doppergést, zárt kocsikat és még 100 másik dolgot. A tábornokunk semmibe sem akar beleegyezni ezek közül. Ha Don Egidio nem hagy fel a követeléseivel, folytatjuk a várostromát. Megrohamozzuk. A tábornok pedig a saját hatáskörén belül lehet, hogy engedélyezi a vár kifosztását. A teljes kifosztását. No, Faustino! Megint elhagy! Visszamegy a veszélybe! Képes volna újra szembe kerülni szegény apámmal? Donna Florida, nem tudom, mit mondjak. Ismeri a szívemet, ismeri az érzéseimet. Ha a sors úgy akarja, a szerelmemet is feláldoznám a becsületért. Hát újra beleestem a szerencsétlenségek sötét törvényébe. Egyszerű. Ez azt szeretné, ha béke lenne, én meg azt a folytatódna a háború. Ez mindig így van. Az egyik ezt szeretné, a másik azt. Például az egyik paraszt vetni akar, és azt szeretné, hogy eső áztassa a földet. A másik viszont gabonát akar csépelni, és azt szeretné, hogy süssön a nap. Az egyik hajós kelet felé akar hajózni, és az enyhe bórát várja. A másik nyugat felé, és silokkút. A színészeknek az lenne jó, ha az egész világ színházba járna. A játékosok azt szeretnék, hogy mindenki a játékterembe menjen. A zenészeknek meg az lenne jó, ha az egész világ bálba járna. Ahány ember, annyi szokás. Az egyik a tortát szereti, a másik a pacolt. Ő excellenciája, a tábornok úr rendelete értelmében azonnal szabaddá kell tenni a tábort! Gyorsan! Gyerünk, tisztítsátok meg a terepet! Találkoznia kell az ostromlott erőt parancsnokával, hogy a kapitulációról tárgyaljanak. És itt akarja fogadni. Az egész sereg szeme láttára. Személyesen jön ide tárgyalni az ellenséges parancsnok? Igen, így egyeztek meg. Katonák, intézkedjenek! Thank you.
Don Egidio. Először is engedje meg, hogy gratuláljak a hősies védekezésért, amelyet az erőd magának köszönhetően mostanáig tanúsított. És hadd gratuláljak ugyanakkor az uralkodójának is, aki a maga személyében korunk egyik legnagyobb hadvezérével büszkélkedhet. 10 napig izzasztott bennünket egy olyan erőd ellen, amelynek már a hadseregünk közelettére is meg kellett volna adnia magát. És el sem tudtam képzelni, hogy lesz bátorsága az erő csekély tüzérségével válaszolni nekünk, hogyha tüzet nyitunk. Az pedig még kevésbé, hogy ellenáll a nehéz tüzérségünk tüzének. Primum vestra defensio mihi confidentia absurda videbatur et vos armis depositis attractandum de quocum quae immeriti eritis sed ego ad responsum magnificentiae pugnandi quam adversus bellicum apparatum excusare superat. Laudo tuam audaciam, et mihi gaudeo talem bonum militem ame vinci posse, et animus meus inclinat tecum tractare de conditionibus capitulationis. Riflettete peraltro alla qualità della piazza, allo stato in cui vi trovate, all'inimico che avete a fronte. E moderate le vostre pretese se volete trovare in noi quell'umanità che ci ha letta e quella condiscendenza che ad un esercito vittorioso e all'onorato suo condottiere conviene. Köszönöm a dicséretét, Don Sigismondo. Bár tudom, hogy nem érdemlem meg, hiszen aki az uralkodóját szolgálja, az nem tesz mást. Csak a kötelességét teljesíti, amikor hűségesen és igyekvően szolgálja őt. Engedje meg azonban, hogy elmondjam... Rosszul ismeri a várat, amelyet megtámadott. Nagyobb megbecsülést és jobb véleményt érdemelne magától. Annyira meg volt erősítve, hogy szakszerű ostrom nélkül nem remélhették, hogy elfoglalhatják. A raktárai tele voltak élelemmel és munícióval, a helyőrség sosem szűkölködött semmiben. A védők bátorságáról most nem beszélek. Ismeri már őket, megküzdött velük, tudja, hogyan küzdöttek minden talpalatnyi földért, a maguk túlereje ellenére is rendben vissza tudtak vonulni, ezután a falak közé szorítva védekeztek. Mondja meg, tisztelt parancsnok úr, melyik manapság az az erőd, amely képes lenne tovább ellenállni egy ilyen hatalmas tüzérségi támadásnak? Tökéletesen teljesítette a kötelességét mindegyikünk. Látott minket a kitörés közben. Látta, milyen bátrak vagyunk a legnagyobb veszélyben is. Látta, hogy merünk kockáztatni, és akár az életünket is feláldozzuk a vár védelméért. Végül sikerült megrongálnunk a falakat. És most, amikor egyre nagyobb a rés a várfalon, elértünk odáig, amikor bármely becsületes várkapitány fegyverszünetet kérne és letenni a fegyvert, ami engem illeti, szívesen folytatta volna tovább még a védekezést, és egységben a bajtársaimmal nem hagytuk volna, hogy ilyen könnyen megmásszák a falainkat. De a hatásköröm és a kötelességérzetem azt követelte, hogy döntsek a merészség vagy az óvatosság mellett, így végezetül az ostromlott várak törvényeit és szokásait követve kitettem a fehér zászlót. Fegyverszünetet kérek. És felajánlom a fegyverletételt. A fegyverszünetben már beleegyeztünk. A kapitulációról is tárgyalhatunk. Milyen feltételek mellett hajlandók letenni a fegyvert? Kedvező háborús feltételek mellett. Nem minden vár kérhet kedvező feltételeket. Az enyém olyan kiváltságokat érdemel, mint a legfontosabb erődök, és sem a nevem, sem a védekezésünk nem csorbította a vár tekintélyét. Megadom a nevének és a harc érdemeinek azt a tiszteletet, amit maga az erőd nem érdemelne meg. Én magamnak semmit sem kérek, viszont követelem, hogy adják meg az uralkodom lobogóinak a tiszteletet. Jó van, elég, Don Egidio. Mondja el pontosabban, milyen feltételek mellett hajlandók a kapitulációra. A feltételeim nagy vonalakban a következők. Először is. A helyőrség lobogózászlók és doppergés kíséretében jöhet ki a várból. Minden katona megtarthat 6 töltényt. Másodszor! 4 zárt kocsi. A várnép szabad elszállítása. Harmadszor! Hagyja abba, túl messzire megy! Az erőd nagy bajban van, nem kivált ilyen előnyös kapitulációt.
A helyőrségnek feltétel nélkül kellene megadnia magát. Mivel tiszteljük magát, szabadon elvonulhatnak, de fegyverek és zászlók nélkül. Zárt kocsikról pedig szó sem lehet. Nem olyan fából faragtak, hogy efféle szégyenletes feltételekbe beleegyezzek. Adja meg a nekünk járó tiszteletet, ellenkező esetben az utolsó cseppére, míg hajlandó vagyok védekezni. A seregünk készen áll az ostromra. És mindjárt türelmetlenül várjuk, hogy bizonyíthassuk a bátorságunkat. Belőlünk sem hiányzik az elszántság és a bátorság. Akkor bizonyítsa ki a magáit! És mivel makacsú ragaszkodik a további védekezéshez, készüljön fel elkerülhetetlen sorsára. Te is és én is a kötelességünket végezzünk. De hogyha fegyvereink dicsőharca közepette, akad még helye a szívességnek, akkor én szeretnék kérni tőled valamit. Bármit kérhetsz. A fegyvereidnek vagyok az ellensége, és nem neked. Most láthatod, hogy ugyanazon az úton, amelyen idejöttem, kész vagyok visszatérni az ostromot terődbe. Ha visszatérek, gyűlölj megint nyugodtan, és mindegyikünk éljen a saját hadijogával és hatalmával, de most, mielőtt visszatérnék az ostromot terődbe, engedd már meg, hogy néhány percre viszont láthassam a lányomat. Barátom, amilyen hevesen elleneztem a kapitulációt, olyan nagy örömmel egyezem bele ebbe az apró szívességbe. Menj csak nyugodtan. Köszönöm a jóságodat. Mindenki térje vissza az ostromlott erődbe, és mondják meg a többieknek, hogy pár perc múlva én is jövök. Addig pedig halálbüntetés terhe mellett senki sem merje mozdulni. Barátom, készülj fel a védekezésre. Azon leszünk, hogy legyőzzünk. Mindenre álszentem várlak titeket. Óvakodj a kardjainktól. Nem leszünk kíméletesebbek nálatok. Isten áldjon. Tol egy idő. Isten áldjon. Mennyi szerencsétlenséget és izgalmat kellett átélnem, mióta megszülettem. De még sosem éreztem olyan kínzó türelmetlenséget, mint most. Az apám itt van a táborban. És én nem láthatom. A fegyverletételről, vagy a dömtő rohamról van szó, és nincs senki, aki megmondaná, hogy mi történik, miben lehet reménykedni. Egyetlen pillanat alatt eldőlhet az én sorsom is. De nem tudom, melyik ez a pillanat, és ezer félelem gyötör. Ha folytatják az ellenségeskedést és a pusztítást, akkor az apám újra életveszélybe kerül, és Don Faustino is. De ha megadják magukat, kibiztosít arról, hogy az apám beleegyezik a házasságomba. És hogy ez a fiatal katona, aki állítólag szerelmes belém, egy szóra leszerel, ott hagyja a katonaságot, és a dicsőség helyett az én kezemet választja. Annyira zavarosak a gondolatom, hogy nem így tudom, mit szeretnék nyomon a biztos remény. Nagyon vártam a nyilv rándulás. Ez is az is boldogtalanságot ad. Hogy mit tudom megvigasztalni? A béke boldog hangjai. A szerelmem kedvessége és engedelmessége. Az apám beleegyezése, de Istenem, ezek mind túl távoli bizonytalan ábrándképek. Annyira szenved a szívem, hogy félek már azelőtt átadom magam a legvadabb és legfájdalmasabb kétségbeesésnek, hogy meg tudnám, merre dölt el a sorsom. Itt van ő, szokás szerint fájdalmas arccal és könnyes szemmel. Elég ránéznem, és már is elveszítem a jókedvemet. Maga itt. Miért nem szólt? Miért nem beszél? Milyen hírt hoz? Mi lett a tárgyalás eredménye? Nem! Nem mondjon semmit! Az arca szokatlan szomorúságából is kiolvasom a boldogtalan sorsomat. Az apám háborúzni akar. Ez az ellenséges táboroknak is tetszik. És maga is. Talán a szomorúság áll arca alatt, de tapsol az öldöklésnek és boldogan folytatja a háborút. Ugyan már ne folytassa a szillelést. A maga értékrendje győzött. Ja? És ha sérti a szomorúságom, menjen innen jó messzire. Kíméljen meg attól, hogy végig kelljen hallgatnom, hogy a bátorságáról dicsekszik. Fékezze, drágám, a haragját! Ne szidalmazzon, mert nem érdemlem meg! Könnyei és a keserű szavai sajnos megmérgezték az álhatatosságomat, és már nem is ismerek magamra. Tudom, hogy szeretem magát. De tudom azt is, hogy egy hitvány gyáva ember nem lehet méltó a szerelmére. Én pedig olyan ellenfél ellen harcolok, aki kedves magának, úgyhogy nem tudok bátran viselkedni úgy, hogy közben ne tűnjek kenyetlennek a maga szemében. Döntsön a sorsomról, Donna Florida. Azt szeretné, ha lecsatolnám az oldalamról a kardot, és oda tenném a tábornokom lába elé?
Szó nélkül viseljem el a gúnyolódást, a megvetést. Gondolja át a helyzetemet. Vegye tekintetbe, hogy milyen tisztelet övez. Értse meg a körülményeimet, és ha a háborút nem is tudja megszeretni, legalább a szívemet érezze méltónak a bocsánatára. Álljon fel. Bocsásson meg. Álljon fel. Mit csinál meg a lányom lába előtt? Imádod a Holmos! Ez az ellenséges tiszt adjon számot arról, hogy mit keresett a lányom lába előtt. Végleg el akartam tőle búcsúzni, uram. Miért, hová készül? A maga erődje alá, hogy megostromoljam. Hogy harcoljak a katonái ellen. És ön ellen is, ha a sors a kardom elé vezérli. Mi a rangja? Zászlós. És mit akar a lányomtól? A szívét és a kezét. A szívét már kértem, és a szerelmem révén el is nyertem. A kezét a maga jóságától reméltem. Imádottam! Hallgass! Veled nem beszélek. Maga lovag? Igen, az vagyok. A seregben jól ismerik a nevemet. Ki maga? Don Faustino Papiri, Alba hercege Conquilla ura, a csupító lovagja. Ismerem a családját. És ha ismerni a csodálatos tulajdonságait. Hallgass! Szereti a lányt. És van szíve az apja ellen harcolni? Egy híres hadvezér nálam jobban ismeri egy jó katona kötelességeit. A szerelem nekem nem parancsolhat a dicsőséggel szemben. Így beszélnek a bátrak. Maga méltó a megbecsülésemre. Maga méltó a véremre. Istenem, fordítsd jobbra az én imádott apám hangulatát. Uram! Ha ekkora jó indulattal viseltetik irántam, kérem, adja nekem a lánya kezét. Rendben, majd megkapja. Mikor? Hallgass! A jelenlegi helyzetünk nem engedi, hogy többet beszéljünk erről. Teljesítse a kötelességét, katona. Ostromolja meg a falainkat. Én leszek a legkíváncsibb a bátorságára. Ha a sors úgy akarja, hogy maga elpusztuljon. A halál minden problémát megold. Ha én halok meg és maga életben marad, emlékezzen mostani szavaimra. És vegye el a lányomat. Ha mindketten életben maradunk, a háború végén tőle majd megkapja. Úgy beszéltem, mint lovaghoz, akit a lányom jövendő beléül fogadok majd. De mostantól kezdve újra ellenségek vagyunk. Drága apám, milyen gyászos eljegyzés ez? Könyörüljön rajtam, és ne hagyja, hogy megöljön a kín és a fájdalom. Köszönöm a meggondolatlanságodnak a kínjaidat. Egy nemesi származású lánynak, Don Egidio lányának, az ellenségeim fogjának nem lett volna szabad megnyitni a szívét a szerelemnek, miközben az apja a fegyverekkel dacolt. Az, hogy egy ilyen nemes szívű bátor férfiba szerettél bele, az nem a te érdemed. Ugyanúgy bedülhettél volna egy hitvány érzelemnek is. Imádott apám. Bocsássa meg a gyöngeségemet! Nem bocsánatkérést akarok, hanem engedelmességet! Ahogy parancsolja! Gyere velem! Hová? A várba. A fegyverek közé? Igen, a fegyverek közé. Ki akar tenni a veszélyeknek? Sokkal nagyobb veszélyben van az apád és a vőlegényed is. Kövess! Uram! Kérem, legyen tekintettel a lánya korára, lelki alkatára és nemi életére. Donna Florida kora, lelki alkata és nemi élete gondosabb védelmet igényel. Sorsomra hagy. Engedelmeskedjen az édesapja parancsainak. Ne akart, hogy erőszakhoz folyamodjak. Ég áldja, barátom. Jaj, Donna Florida. A szívem azt súgja. Nem látjuk egymást többé. Reménykedjen, drága kedvesem. Jaj, Istenem. Hogy fogok így felmászni a várfalra, ha ilyen heves ember a szívem? Reszket a lábom és remeg a kezem. Épp magát kerestem, zászlós úr. Jaj, hagyjon békén! Csak azt akartam mondani, hogy mindaz, ami Donna Floridánál hagyott, nálam van. Ne zaklasson, nagyon kérem. Nem akarja a szelencét, az órát és a gyűrűket? Nem. Hogy lehet így élni, amikor ennyire szenved az ember? Nem kéri. Nem. Nem? Nem fogom kibírni. Azt mondta, hogy nem. Ha nem kéri, majd megtartok mindent én.
te legalább a pénzét vegye vissza. De igen. Hív a kötelesség. Igen. Akkor tessék. Jaj, ne fárasszod! Ne akarja, hogy kiforduljak önmagamból! Ha nem kell, adja nálam! De mit fog szólni Donna Florida? Hát nem ment el az apjával? Az apjával. Nem látta az apját? Hol? Itt ebben a szobában. Mondja, Don Faustino, nem lehet, hogy az agyára ment a szerelem. Hol volt maga eddig? Orzolina üzletében szalagot vettem. Vagyis semmit sem tud? Semmit sem tudok, mesélj el! Nem tudom, hogyan, de ide jött Donna Florida apja. A francba. És felfedezte a szerelmünket. Jaj, mit nem mond. És magával vitte a lányát. Jaj, micsoda eset, jaj, micsoda szerencsétlenség. Jaj, de nagy tragédia. Donna Aspasia, nem tudom, hogy maga nevete rajtam. Nem nevetek, uram, de őszintén szólva sírni sem tudok. Ja, persze. A maga szíve hozzászokott a kegyetlenkedéshez. Igen, uram, azt hiszem, több keresni való van a háborúban, mint magának. Szegény Don Faustino. Sajnálom magát. Maga is tudja. Igen. Láttam, amint Donna Florida elment az apjával, szomorúan, megtörtem, könnyes arca. Szántam szegényt. Milyen barbár káröröm vezeti magát, gróf, amikor idejön, hogy fokozza a kínjaimat. A francba maga tényleg szerelmes. Fülig szerelmes, bolondulási. Mondja, kitől tanulta ezt a vadállati szerelmet? A zászlós úr más zászló alatt szeretne harcolni. Legyen szíves, hallgasson el. Fogadok, hogy már is gúnyverseket faragnak magáról. Mindjárt elveszítem a figyelmet. Barátaim! Bátorság! A robbantók már dolgoznak. A tüzérek készen állnak, a létrákat is előkészítették. A sereg mindjárt felsorakozik, és pillanatokon belül elkezdődik az ostrom. Hallgasson, Don Cirillo, mert még megöli ezt a szegény tisztecskét. Ja? Láttam a szerelmét. Ne avatkozzon a dolgaimba! Már máskor is megtette, és nyugodt lehet. Számon kérem magától, ha itt lesz az ideje. Rendben. Amikor csak akarja. Pisztoly! És én nem félek. Egy, kettő, magáról sem feledkezem meg, gróf. Rendben, amikor csak akarja. De most legyünk barátok, és vigasztaljuk együtt ezt a szegény szerelmes. Mit gondol, mi az ördögöt fog mondani magáról a sereg? Szerelmes? Jó éjszakát! Tám nincsenek más lányok a világon? Mi tisztek bárhol találhatunk magunknak nőt. A katona szerelme egy óráig se tart. Akárhová megy is, talál egy női fart. Ez arcátlanság! Mi történt? Úgy hallom, hamar vége lett a fegyverszünetnek. Az erőd nem adja meg magát, úgyhogy újabb ostromon akarják bevenni. De hát nem akar véget érni a háború! Meddig kell még így élnem? Miért? Mit akarsz? Férhez menni. Nagyszerű. És ki ez akarsz hozzá menni? Egy tízhez! Hogy aztán három nap múlva özvegy maradj. Nagyszerű. Azon nagyszerű, hogy férhez akarok menni. Azon nagyszerű, hogy készíteti a hozományomat. És ha bármilyen okból képes nemet mondani, vannak pártfogóim a seregben, akik ráveszik, hogy igen mondjon. Alázatos szolgálja, édesapám. Isten áldjon! Aj, de hülye voltam, hogy idehoztam a seregbe. De még nagyobb büntetést is megérdemelnék. De itt jön az én drága Orzolina. Ő legalább kedves, ügyes és nagyon szeretem. E? Mentem. Mi történt? A fegyverszünet kihirdetése után nyitottam két fáraóasztalt és belefektettem minden vagyonomat. Azt remélve, hogy majd jól meggazdagszom. Erre bejött négy tiszt és egy pillanat alatt kifosztottak nekem, meg egy karcárom sem maradt! Jó, és az én pénzem? Azt is elvitte az ördög! Ja, akkor? Vigyel magát is! Ugyan már, most nem sikerült, de legközelebb még sikerülhet. Nem emlékszik, hogy mit ígért? Megmondom magának őszintén, világosan is kereken, hogy többé hallani sem akarok magáról. Legalább száz. Legalább száz. Én pedig megmondom magának őszintén, világosan is kereken, hogyha nem tartja meg az ígéretét,
elmegyek a tábornokhoz, és leleplezem előtte a maga összes piszkos ügyletét. De hogy mész, te nem mész te sehová? Azt, hogy 20-30%-os kamatra ad kölcsönpénzt. Hogy a hadsereg kenyerébe bükkönyt, farkasbabot és fűrészport kever. Hogy ahelyett, hogy az erdőbe küldetne tűzifáját, csak azért, hogy megspórolja a szállítást, tönkreteteti a mezőket. Mert a szőlőtőkéket, a fákat és a fákat tartó faoszlopokat aprítatja fel. Hogy pártfogásába veszi a hadsereg gonosz tevőit. Hogy tiltott szerencsejátékokban érdekelt, és részesedik a kocsmák és az ünnepségek bevételéből! Igen, uram. És hogyha mindez nem elég magának, akkor még mindig van egy kis meglepetésem, amivel szintén szívesen megörvendeztetem. A legmélyebb hódolatom. Hú, de jó pereg a nyelve. A fenyegetése hatásos. Az elméje éles. Igényes nő ez. Akinek szüksége van a pénzre. Ígéretet tettem neki. Minden tud a dolgaimról. Úgyhogy tényleg jobb lesz lecsillapítanom. Nagyszerű! Mégis csak igazságtalanság, ami velem történt. Mi baj, mi történt? Miért lettem helyőségi szolgálatra beosztva ide, amíg a többiek az erődöt ostromolják? Nem vagyok elég jó katona egy ilyen vállalkozáshoz. Nem adtam már számtalan bizonyítékát a bátorságomnak! Dombon stíló! Csak zászlós! Alacsonyabb rakó. Miért engem küldtek ehhez az előretolt álláshoz? Bocsásson meg, de szerintem nagyobb dicsőség egy kis csapat parancsnokának lenni, mint egy nagy csoport részeként küzdeni a várfalait. Nem. Ott nagyobb a dicsőség, ahol nagyobb a veszély. Don Faustino nem érdemelt meg jobban, mint én. Én mégis tudom, hogy a tábornok nagyra becsüli magát. És azért vezényelte erre a posztra, hogy megtisztelő feladatot adjon magának. Én nem a tábornokra panaszkodom. Hát akkor kire? Don Faustino-ra. Addig mesterkedett, hogy bekerüljön az ostromok közé, míg nem be is került. Csak azért, hogy megmutathassa, hogy kivem nálam! Merről jön ez a hang? Arról. Ki maga? Futár. Hová megy? A táborba. Ki ez? A tábornoknak hozok üzenetet. Kísérje el két katona! Kísérjék gyorsan a tábornok szállására! Béke van. Béke van. Béke van. Béke van. Béke van. Gyerünk, két katona pattanak! Gyerünk óra és kísérjék gyorsan a tábornokhoz! Gyerünk óra a tábornokhoz! Ne húg ketten! Ne húg ketten! Nagyon siessen! Nagyon siessenek! Már kétszer elestem. Barátaim, íme a királyi rendelet, amely kihirdeti a békét. Dicsérem a bátorságukat, be fogok róla számolni az uralkodónknak. Érdemeikért és kiválóságukért jutalomra számíthatnak. Don Fábio, a maga feladata a sebesültek elszállítása és a halottak eltemetése. Teljesíteni fogom a parancsait! Magának pedig Don Faustino azt a megtisztelő feladatot adom, hogy elvigye a békepontokat az erőt hősvédőjének. Ó, micsoda boldogság számomra ez a parancs! Éljen a béke! Éljen a béke! Hadnagy úr, egy béke van? Kérdezze meg a tábornokot. Bocsásson meg, excellenciás uram, béke van? Igen, megkötöttük a békét. Nagyszerű. Egy hírnök hozta meg a hírt a táborból.
De hozott egy másik hírt is, amely személy szerint magára vonatkozik. Nagyszerű. Azt az utasítást kaptam az udvartól, hogy váltsam le hadbiztosi posztjáról, és nevezzek ki maga helyett valaki mást. Nagyszerű. Sőt, van itt egy kis ráadás is. Én szegény. Számot kell adni az ügyei kezeléséről. És mindaddig őrizetben marad, amíg nem ellenőriztük az elszámolását. Most megfizet a szusoráskodásért! Nos, hadbiztos úr mit mond? Megint csak azt, amit az előbb mondott? Igen. Elküldtem a pokolba, és most újra elküldöm. Jó. Akkor beszélek a tábornokkal. Uram! Tudja meg, hogy Don Polidoro... Don Polidorot elbocsátottuk a hadseregből, és maga, aki szintén kivette a részét az ügyei kezeléséből, vele távozik a táborból. Jó. Excellenciás uram! Hallottam, mi történt az apámmal. Nem tudom, hogy igazságos-e vagy sem, hogy kegyvesztetlet, de azt tudom, hogy engem mindez nyomorba dönt, és fogalmam sincs, milyen sors vár rám. Tudom, hogy milyen helyzetben van. És már ki is találtam, hogyan gondoskodjon magáról. Menjen férjhez, és az apja javaiból adatok magának hozományt. De tábornok! Hallgasson! Köszönöm a jóságát, excellenciás uram. Adná az ég, hogy gyorsan jelentkezzen valaki. Itt vagyok én! Itt vagyok én! Köszönöm, de nekem nem kell egy nyomori. Itt vagyok! Parancsoljon velem, excellenciás uram! Tudom, hogy panaszkodott rám. Uram, bocsásson meg, de... Megbocsájtom a lelke türelmetlenségét. A poszt, amelyet magára bíztam, megtisztelő feladat volt. De a vágy, hogy kitüntesse magát az erődostromában, másképp láttatta magával a helyzetet. Jaj. A dicsvágyának tulajdonítom a meggondolatlanságát. De máskor jobban tisztelje a felettes a parancsait, és inkább az engedelmességével szerezzen magának érdemeket. Uram, beismerem a tévedésemet, és dicsérem a jóságát. De bocsásson meg, hogyan jutott tudomására az engedetlenségem? A táborban besúgók is vannak. És én bőven el vagyok látva velük. Hogyan élhetnék meg másképp a segédtiszti fizetésemmel? Örülök, hogy újra láthatom, és végre a barátja lehetek. Egyre jobban csodálom a bátorságát, és drága nekem a barátsága. Bemutatom a lányomat. Gratulálok önnek egy ilyen kiváló édesapához. És a személyében bemutatom Don Faustino menyasszonyát is. Uram, remélem elismeri az érdemeimet a bátorság és a kötelesség teljesítés terén. Nagy bizonyíték erre, hogy elszántan ostromoltam a várat, pedig oda volt bezárva a szerelmesem. És mivel dicsőséggel fejeztem be a háborút, remélem nem bánja, ha átadom magam a szenvedélyeknek. Igen, a tiszta szerelem méltó egy hős katonához. Az, akit menyasszonyául választott, olyan kiváló katona leánya, aki díszére válik az esküvőjüknek, amelyen én is szívesen részt vennék. Köszönöm a jóságát. Igen, én is megköszönöm egy nagy lelkű tábornok szeretetteljes gondoskodását. Bocsánatot kérek az apámtól, amiért nélküle döntött a szívem, és mindkettőjük jelenlétében nyújtom a kezem drága vilegényemnek. Éljen a szerelem! Éljen a béke! Éljen a szerelem! Éljen a béke! Don Cirillo, barátok vagyunk, vagy ellenségek? Barátok, barátok, magával is, a gromból is, és az egész világgal! Éljen a béke! Éljen a béke! Drága Don Faustino, gratulálok! Megengedi, hogy a téli szálláson a hálótársa legyen? Igen, az enyém, de nem a feleségem. Én nem is akarok többé katonák között lenni. Donna Florida, nagyon örülök, barátnők leszünk. Há, igaz is. Legyen szíves visszaadni a dolgaimat. Igen, igen, vissza fog kapni mindent. Azt hittem, már elfelejtette. Megyünk a szállásra. Boldog jegyesek, ott keljetek egy. Igen, menjünk! Végre béke van, és vége a háborúnak. Drága hölgyeim és uraim, teljes szívemből köszönöm, hogy elviselték a háborúról szóló darabunkat, de van valami, ami miatt bocsánatot kell kérnem. A darab szerzője megfeledkezett egy apróságról. Elfelejtette megmondani, milyen nemzetiségűek a katonák, és hogy hívják a várat, amelyért küzdöttek. Ezt mi színészek sem árulhatjuk el a szerző engedélye nélkül, de azt azért elmondom, hogy a világ minden nemzete többé-kevésbé egyformán háborúzik. Mindannyian erősek, bátrak, elszántak és dicsőségesek. Mindegyiküknek békét kívánunk, mint ahogy az önök számára is érző szívű nézőink. Azt kérjük az égtől, hogy őrizze meg a nyugalmat és a békét, mely a bölcsesség, a körültekintés